Köszöntjük a kedves gyülekezetet Kiskóvárosról. Most nem fogunk részletesen bemutatkozni, csak annyit mondunk, hogy a Hallat zenekar vagyunk, és nagyon köszönjük a meghívást, itt lehetünk Szilágycsőben, igazán érezzük eddig magunkat. A mai este 8 darab, illetve pontosabban 8 plusz 1 darab számmal készültünk. Az első háromnak az első dalát már most hallhatták, ennek az volt a címe, hogy Csak Krisztusban, egy ilyen íres, északíres eredetű ének volt ez. Az első blokkban a Szent Háromságról fogunk énekelni, most énekeltünk a Fiúról, Krisztusról, ezután a Szentlélekről fogunk, utána pedig az Atyáról, és aztán lesz még kettő másik blokk. Akkor folytassuk az énekre, és aki ismeri, nyugodtan kapcsoljon be. A következő énekünknek az a címe, hogy Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, ő az, aki megismerheti velünk Krisztust a szemükben. Thank you.
itt egy picit visszatérünk a gyökerekhez, három olyan gyerekhez fogunk gyerekem is stílusában magyarosabb, vagy a múltba vezet egy kis ilyen reneszánsz stílusú, és aztán két ilyen népi jellegű gyereket szeretnék énekelni. Jézus a mi oltalmunk, Jézus a jó pásztor, és szabadítás az örömmel.
és hát próbáljunk is ritkó, hogy nem nagyon benne, hogy az egyik kedvenc énekünk az a Csak Krisztusban, amit az elején is énekeltünk, hogy ezt most még egyszer énekeljük. Sokat imádkoztunk azért, hogy ez a helyzet valami formán megfordulhasson, és
ugye az imádsága soha nem hiába való, és mindig megválaszoltatik Istentől. És hát igen, másképp alakult a helyzet, ma már otthon, a Magyarországon sok városban, sok faluban külön ünnepsége van annak, hogyha valaki kettős állampolgár lesz. Úgyhogy a következő dal is elmondja, hogy köztünk nem lehetnek határok. Próbálja meg egy